Mindenkit sok szeretettel köszöntök, a mai alkalommal a képernyőn látható gépelem darabot fogjuk elkészíteni. A rajz csak első ránézése bonyolult, meg fogjuk látni, hogy pár jól megválasztott rajzoló és módosító parancs segítségével nagyon könnyedén el tudjuk készíteni ezt a rajzot. Első feladatunk az, hogy fölvegyük a köríveket. Először a külső körívet, aminek az átmérője 150, utána a belső körívet, aminek ugye az átmérője 80. Később még visszatérünk a rajzhoz, most menjünk a modelltérbe. Itt vagyunk a modelltérben, rajzoljunk egy kört. A kör átmérője 150 rajzi egység legyen, belemegyünk az átmérő opcióba, és 150 egységet adunk meg. Ezután megrajzoljuk a belső kört, Enterrel előhívom az utoljára kiadott parancsot, és megmutatom a tárgyasztás segítségével a kör középpontját, ami ugye a külső kör középpontja lesz, és ide fogok rajzolni egy kört, aminek az átmérője 80. Ha jól emlékszem, a két körív között elhelyezkedő tengelyköriv, amin a furatok elhelyezkednek, 120-as átmérővel rendelkezik. Szerkesszük ezt is ki, tehát körparancs, kör középpontja és átmérő, ami 120. Ezt egyelőre tegyük át a tengely fóliára, hogy lássuk, hogy ez egy tengelyvonal. Most térjünk vissza a rajzunkhoz. Miután a főbb vonalak kilettek szerkesztve, rá kell térnünk a furatokra. Látható, hogy minden furat átmérője 14 rajzi egység. Csak abban van eltérés, hogy a furatok ki vannak-e úgymond nyitva. Az első furat, amiből 3 darab van, az a belső köri fele van kinyitva, átmérője 14, a második típusú furatunk, annak az átmérője 14, és a külső kör fele van kinyitva, és van még 6 darab olyan furatunk, aminek az átmérője 14, és nincsen kinyitva egyik irány felé sem. Ami még fontos, hogy összesen ezek szerint 12 darab furatunk van, amely a kör közepe körül egyenletesen van kiosztva. Szerkesszük most ki ezeket a furatokat. Kontúrfólián vagyunk, és rajzolunk egy furatot, mondjuk a belső kör sík negyedelő pontjából kiindulunk a tárgyalasztás segítségével, megfogunk egy pontot a tengelyköríven, és azt mondjuk, hogy az átmérő 14 egység. Ez lesz az alapfuratunk. Ezt kell kiosztanunk a kör körül polárisan. Jelöljük ki ezt a furatot, és menjünk a kiosztás panelen a poláris kiosztásra. Adjuk meg a kiosztás középpontját, egyből 6 furatot ki is oszt az AutoCAD, de itt az elemek számát írjuk át 12-re. Készen is vagyunk a kiosztással. Azt hiszem, nem kell jobban bemutatnom, hogy milyen egyszerű így megoldanunk ezt a feladatot. Mivel a furatokat, jobban mondva a köríveket majd ki kell metszenünk egy egyenessel, ezt a blokkot, ami most létrejött, azt robbantjuk szét. A szétvetés parancsal különálló körívekre szedtük szét a blokkunkat. Most, mivel ez az első típusú furatunk, ami a belső köri felé van kinyitva, szerkesszük meg a tengelyvonalát, ez egy segéd egyenes lesz tulajdonképpen, majd a párhuzamos parancsal 2,5 egységgel toljuk el ezt a vonalat jobbra és balra. Ugye azért 2,5-lel, mert a két vonal közötti távolság 5 rajzi egység volt az ábránkon. Az eléréssel hozzuk meccésbe a
fudatunkat jelképező kör elemmel. Utána már erre nincs is szükségünk. Amit még ugye megtehetünk, hogy lemásoljuk ezt a két egyenest, hogy később majd felhasználjuk. Most a metszéssel szedjük ki a nem szükséges vonalakat. Most a metszés parancs nem működik, mert nem éri el a körívet. Ugye regenerálhatnánk a modellteret, de látszik, hogy itt a vonalak nem metszik el ezt a körívet. Ezért meghosszabbítom. Majd a metszés parancsot fogom alkalmazni, és szépen ki tudtam vágni a felesleges részeket. Valószínűleg itt is célszerű meghosszabbítanunk az egyeneseket, és a metszéssel kivágni a körívnek ezt a szakaszát. Majd újra a metszés parancssal az egyeneseket helyes hosszúságra igazítani. Oké? Jöhet a következő. Párhuzamos 2,5. Hogy ne hibázzuk el, hogy melyik fulat jön ezután, megszerkeszthetjük azt is. Párhuzamos 2,5. Igazándiból a feladat legnagyobb része már megvan oldva, csak finomra kell hoznunk a rajzunkat. Igen, úgy, na, csak sikerült. Hoppá, vissza, néha nem figyel az ember, és nem az történik, amit szeretne. El is készültek az első típusú fulataink. Nézzünk rá az ábránkra. Itt vagyunk, tehát ebből a típusú fulatból 3 darab van, 5 egység volt a kinyitás szélessége, 1, 2, 3, most megcsináljuk a másik fajtát, ez ugye a külső köré felé van kinyitva, 1, 2, 3. Föl is vesszük szépen a segédegyeneseket. Azért ránézek a rajza, hogy helyesen jelöltem-e ki. Igen. Ugye merőlegest fogunk a kör középpontjából a külső körívre ezt a tárgyraszterrel tudjuk elérni. Mondjuk ennél a példánál nem jól látható, de ha ide jövök, akkor remélhetően föl fogja nekünk keresni a merőleges pontot, és nekünk pontosan ez a pont kell. Ez a tárgyraszter segítségével érhető el. Ne felejtsük el bekapcsolni a tárgyrasztert, és az ügyesebbek a tárgyraszter követést is alkalmazhatják. Akkor már csak be kell fejezni a rajzunkat. Reméljük, most már túlérnek az egyenesek. Hát sajnos nem mindig akarja az igazságot az AutoCAD. Most igen. Természetesen ilyenkor pedig az egyeneseket kell igazítanunk. A
Azért mutatom ilyen részletesen, hogy lássa mindenki, hogy bizony olykor nem úgy működnek a dolgok, ahogyan azt az ember elképzeli, de többszöri próbálkozása általában meg lehet oldani a feladatot, valamint véleményem szerint nem célszerű mindig minden feladata valamilyen AutoCAD feature-t kerestünk, olykor a legegyszerűbb megoldásokkal fogunk a legrövidebb idő alatt a problémánk végére járni. Tehát nem szégyen segédegyeneseket, szerkesztővonalakat fölvenni, akár ideiglenesen fölülrajzolni egyeneseket, természetesen tudva, hogy majd később ezeket el kell távolítani a modelltérből. Erre a feladata is biztosan lenne egyszerűbb, praktikusabb megoldás, már a fullatok ugye elkészítésére gondolok most, nem kellene egyesével kiszerkeszteni ezeket a úgymond kitöréseket, de én most ebben a példában, mivel a kezdőknek szánom ezt az AutoCAD sorozatot, szépen megmutatom, hogy ez is teljesen jó megoldás. A lényeg, a legfontosabb lényeg az AutoCAD-ben, amikor dolgozunk, hogy pontosan és precízen végezzük a munkánkat, mert egyébként nincs értelme tervezni az AutoCAD szoftverével. Elkészült a rajzunk, már csak a tengely vonalakat kell fölvenni. Hát itt is ugye átmegyünk a tengelyfóliára, meghosszabbítom ezt az egyenest, meghúzom lefele is, a tárgyasztelre megpróbálok neki és az F8-al egy hosszúságot adni, aztán természetesen vízszintes irányba is fölvesszük a tengelyt. Én általában ezt így szoktam, majd a hosszabbítás parancsban a delta opcióba megyek, és olyan 4 rajzi egységgel meg fogom hosszabbítani ezeket az egyeneseket. Én szeretem, hogyha precízen, szépen, szimmetrikusan vannak ezek a tengelyvonalak is elkészítve, hogy szép kultúrát rajzunk legyen. Elkészültünk a feladattal, most a méretezésbe nem mélyedek el, hiszen szerintem azt mindenki már az előző 3 példa során elsajátította, nem egy bonyolult dologról van szó, gyakorolni kell, még visszatérünk mi is pár példa erejéig, és reményeim szerint nem sokára a 3 dimenziós szerkesztéssel is tudunk foglalkozni. Köszönöm a figyelmet!